Nagyszerű eredményt ért el a szekszárdi vendéglátóiskola számára Szedeli Janka Bianca, hiszen az országos szakmai versenyen a dobogó második fokára állhatott fel. A megmérettetés 3 fordulóból állt. Az elsőben az írásbelit kellett megírnom, ahol ugye ilyen szakmai számítások voltak, és az elméletről pár kérdés. Utána pedig az elődöntőben voltam, ott 11. a top 11-ben ben voltam, és most ugye pedig ebbe a döntőbe szerepeltem. Janka a döntőbe jutás hírét az iskolában tudta meg. Fel se akartam fogni, tényleg nagyon, nagyon hihetetlen érzés volt, hogy benne vagyok a top 5-be, az országos top 5-be. Tényleg nagyon jó érzés volt, mondjuk egy kicsit le is sokkoltam, és nem tudtam hirtelen, hogy most így hogyan lesz, mi lesz, de tudtam, hogy a tanáraim azért mögöttem lesznek, és majd segítenek. Előtte hetekben nagyon-nagyon szorgosan készültem a duális partneremen, a Simon cukrászdába, Polgárné Virág Katalinnal, és itt az iskolába is minden nap rendszeresen Garabás Gábor tanárúrral készültem az iskolába. Most a versenyen csináltam, most az univerzum volt a téma, az univerzum témában kellett csinálnom egy kétemeletes dísztortát, kellett csinálnom a három ország torta alapján egy külön süteményt, amit nekem kellett, vagy hát így a tanárokkal együtt találtunk ki, ami a napraforgó, a kíváncsiság és a Huncut Szilva ország torta volt igazából. Kellett csinálnom egy saját választott, vagy hát egy ilyen, amit én választottam ki, külön egy mousse-t az univerzum témában, és itt is egy uzsonna süteményt kellett csinálnom, ami szintén a pozsonyi kifli volt, mert az előző döntőnél, ott mondták, hogy mire kéne jobban figyelnem, és úgy voltam vele, hogy akkor most javítok rajta. A döntőt Budapesten a Hung Expo-ban rendezték. 2 nap volt ez a verseny, az első nap megcsináltam ugye ezt a díszmunkát, és amit tudtam, előkészültem a holnapi napra, de annyira sok elem volt a tortán, és annyira, de annyira gyönyörű lett, majd biztos látni fogják, hogy ott sajnos nem nagyon tudtam előkészülni a másnapra, csak a legmacerásabb részt, igazából ami egy ilyen szilva zselé volt, mert azt úgy kellett csinálni, hogy ez egyikben ilyen kis koronként volt, a másikban meg ugye rá kellett csak öntenem, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ezt muszáj megcsinálnom. Akkor aznap befejeztem, másnap pedig igazából minden mást meg kellett csinálnom, ugye a muszokat, az uzsonna süteményt, mindent. Minden nap 5,5 órán volt erre, tehát összesen ugye 11 órán volt ezen az egész versenyem igazából. És utána, amikor végzett mindenki, elpakoltunk szépen, de közben már ugye a zsűrik elkezdték kóstolgatni, hogy azért annyira ne menjen az idő. Reggel 7:30-ra oda kellett mennünk, 8-kor kezdődött. A tanárúrral, aki kísért, azt hittük majd, majd visszaérünk ilyen 3-ra a szállásra, meg ilyenek. Hát nagyon nem, 6 órakor értünk vissza, annyira így tanakodtak, hogy kijusson tovább, úgyhogy, vagy hát, hogy ki legyen ugye dobogós, úgyhogy nagyon, nagyon jó volt amúgy. Ugye ez az egész úgy zajlott, hogy először szólítottak, hogy kiket fognak dobogó, vagy hát ugye ki lettek dobogósok, ott már iszonyatosan elkezdett dobogni a szívem, és amikor mondták a harmadik nevet, mondom, akkor most már biztos, hogy már második is lehetek akár, és ugye másodikként szólították a nevemet, és az valami nagyon, nagyon jó érzés volt, és annyira így elfeledkeztem magamról, hogy előtte elmondták, hogy ugye maradjunk fent, mert még kép, meg ilyenek, átadták a díjat, és én már le is ugrottam onnan a dobogóról, annyira nem tudtam, hogy hol vagyok, de viszont nagyon-nagyon jó érzés. Van, hogy sétáltam mondjuk az úton, és akkor a másik oldalról átkiabáltak, hogy gratulálnak, bementem a boltba, ott is mindenki gratulált, úgyhogy tényleg nagyon, nagyon jó érzés. Jankát Garabás Gábor készítette fel a versenyre. Az alapanyagokat kaptuk az iskolától, és ezekkel próbáltuk minél jobb terméket előállítani. Egy hétig az iskolánkba, egy hétig pedig a duális partnernél készült fel Janka. Ilyen tanulóval könnyű együtt dolgozni, önállóan szépen tette a dolgát, miközben órát tartottunk. Közben gyakoroltuk azt a szituációt, mint a versenyen is, hogy mellette dolgoznak a többiek, és neki önállóan kellett megoldani a munkát, de szinte csak a kezdő fogásokat kellett megmutatni, és ő készítette szépen. Látszik a díszmunkán is, hogy ritkán rendelnek nálunk univerzum tortát, tehát már a téma is olyan, ami ritkán
jelenik meg így a szakmába is, vagy ritkán készítünk ilyet, és, de nagyon szép téma, nagyon szép színek vannak, nagyon jó kis formák, amivel nagyon szépen ki lehetett bontakozni. Szőke Annikó ismertette, hogy a szakmasztár verseny célkitűzése a gyakorlat igényes fizikai szakmák társadalmi elismertségének növelése. Janka felkészítői, az interaktív vizsgarész Ilbergerné Fürj Annikó oktatónk, gyakorlati tevékenységben Garabás Gábor szakmai cukrászakoktatónk, illetve angol nyelven Farkas Végbári Franciska angol tanárnőnk készítette föl, illetve mind az előválogatón, illetve a döntőn is a duális partnerünk Tamási Simon cukrászda, polgárnév Virág Katalin, a Jankának a vezető cukrásza és a maga a cukrászüzem támogatta. A versenyre való felkészülést, az előkészítés szakasz előzte meg, fölvettük a kapcsolatot a duális partnerünkkel, a Tamási Simon cukrászdával, a Katalin eljött az iskolánkba, a Garabás tanárúrral, Ilbergerné tanárnővel és Jankával közösen összeültünk. A versenykiírás másnapján megtörtént ez az ötletelés a termékek elkészítéséhez, azok alapanyagainak és az elkészítésükhöz szükséges eszközökről, az úgynevezett displayasztal, a design és Janka megjelenésének a tervezése és a megbeszélés részét képezte. A gyakorlati oktatásvezető hangsúlyozta, nagy büszkeség az intézmény számára a diákjuk kiemelkedő eredménye.